A kékfestős nyári tábort már másodízben rendezi meg a múzeum. Idén is Fekete Gábor népi játék és kismesterség oktató vezeti a munkálatokat, mely során a textil feldolgozásával, mintázásával, festésével foglalkoznak a gyerekek. A programra zömében pápai iskolások iratkoztak be, ennek ellenére a tábor nemzetközinek mondható. Egy olasz kisfiú és két amerikai kislány is tagja a csoportnak. Én szeretem a kéket, és a kékfestőben van kék. Az egy hét alatt a gyerekek megismerkedhettek a hagyományos kékfestő eljárással. Maguk mintázhattak, pólókat, terítőket batikoltak, ma pedig a debreceni Bolyós András kékfestőmester mutatta meg nekik az indigófestés rejtelmeit. Gulyás Andrea és Bálint Néboa Zsuzsanna textilcsodáiból nyílt tárlatot dr. Szokolyiné Cilli Anita, az intézmény művelődés szervezője nyitotta meg. A kiállítók a Veszprémi Foltvirágok csoport tagjai, évek óta alkotnak szabad idejükben. Számomra mindenképpen jó kikapcsolódás valóban, mert feltöltődök tőle, nagyon jó dolog valamit létrehozni. A patchworkhöz türelem és kitartás kell, mondták a kiállítók, s tegyük hozzá, nem árt némi kézügyesség és szép érzék sem. Évszámokat rendelni a megnevezett eseményekhez, fogalmakat értelmezni, térképen a magyar történelem szempontjából jelentős településeket megjelölni. Néhány feladat a vetélkedőből, amelyet a Pápai Gazdasági Szakképzőiskola tagintézménye történelem munkaközösségének tagjai szerveztek a Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság pápai elődöntőjében szereplő csapatok részére. Délelőtt foci, este agytorna. A vetélkedőt Hidaskürt csapata nyerte, Nagy Becskerek és a házigazda Petőfi gimnázium előtt. A felvidéki, erdélyi és vajdasági diákokhoz ma Kövér László érkezett látogatóba. A találkozón szó esett a közelmúltban hozott parlamenti döntésekről, a kettős állampolgárságról és a Nemzeti Összetartozás napjának jelentőségéről is. Ötödik alkalommal hirdette meg a norvég kontingens ezt a versenyt a bázison szolgáló közösségeknek. A feladat rendkívül egyszerű volt. Négy tábla papírkartonból és 60 méter ragasztószalagból két késsel kellett egy hajót építeni és megtenni vele 50 métert. They have 2 hours to build the boats. Két órát kapunk az építésre, majd két embernek kell evezve megtenni a távot. Természetesen a leggyorsabb nyert, de díjazzuk a legjobb konstrukciót és a megjelenést is. A felkészültebbek komoly tervrajzokkal és több év tapasztalatával érkeztek. Rombuc parancsnok évek óta részt vesz a rendezvényen, amelyet nagyon fontosnak tart a csapat életében. Ez a program összehozza a 12 nemzetet, és azt hiszem ez a legfontosabb.